mindaz, amiről eddig beszéltem, engedély, alkalmasság, oktatás, amit csinálok, mind annak az alapeleme, hogy valaki lovas szolgáltatást mások számára pénzért végezze. Sok éve kezdtük ezt el a Magyar Lovas Külügyi Szövetséggel, egyébként a lovas külügyi gyakorlatáról már számtalan szó lett, az alapján is elmondtam néhány dolgot, most nem kezdem el, évtizedes történet. Nyilvánvaló, hogy van egy vendégünk, van egy szolgáltató, és a szolgáltatónak nem jogszabályoknak kell elsősorban megfelelni, hanem egy olyan értékrendnek, amit egy lovas fel tud vállalni magának. Olyan piac képes állni kell kivinnie olyan terméket, amit megvesznek tőle mások. Nincs siránkozás, hogy fennmarad a lovat, ami nem marad föl, zugmény kell, ez kell, az kell, az kell, mert vannak megoldások, amitől működik a dolog, de egyébként is mindenkinek a gazdasági önálló döntése, hogy működtet a lovadát, vagy sem. Ha úgy gondolja, hogy önálló erőkből és a gazdasági között figyelembe véve nem érdemes lovadát működtetni, akkor csak úgy, mint más gazdasági területet, nem kell belekezdeni az, hogy repülőgépgyártásba, atombombát, minden nem kell belekezdeni. Nagyon nehéz helyzetben van a lovaságodat, van egy rossz híre, mindig is az volt. És olyan jó van, mint amilyenben most van, a pályázatok miatt meg nem volt. Tehát ehhez is kell egy felelősségtudat, amiről az ember ezt most földhozza. Mert amikor mi kezdtünk, az én generációmban nincs is senki szerintem, amikor mi kezdtük a lovas turizmust, akkor a Péter édesapja volt, hát azt, hogy pályázat, meg államításnak, én 25 éven kezdtem is tudtam. Van ilyen létezik, mert hogy nem volt. Most meg van. Most meg van, és most miután van, nagyon okosan mindenki abban gondolkodik, hogy hozzáférjen, és erre is biztatok mindenkit, hogy ne küldjük vissza ezeket az európai uniós forrásokat, vagy a hazai forrásokat, föl kell használni. De észrevenni, de nem úgy, ahogy sokszor látom, hogy óriási pályázatokat jelnek meg, majd oda jönnek hozzá, és azt mondják, hogy itt van az üres lovad, akkor föltölteni? Mert nem az a dolog, hogy sem nem adott. Azok az elemek, amikkel most amiről most eddig beszéltünk, azok mind annak a szüleményei, amik a lovas turizmus tört. Én most csak a lovas turisztikai termékskálának egyetlen eleméről, a lovas turizmusról fogok beszélni. Csak akkor érintem az egyéb területeket, ha azok nagyon fontosak és elengedhetetlenek, de ez mind a három dolog, az oktatással elsődlegesen, a személyi feltétel és az egyéb szabályozási feladatokkal úgy állnak, hogy az alapkövetelmény. Nincs meg, nem is értelmes beszélünk a történetről, akkor csináljunk valamit más. Menjen sportolni, ahhoz is kellene szabályok, vagy csak azt végre, vagy tartson otthonóval, a saját is barátok kedvelésére, amiről én beszélt, az, amiről Tóth úr is beszélt, a gazdasági tevékenység, amit lóval végzünk. Tehát ez a lovas turisztika és a termékskála, ami sokak számára ismert, hogy aktív és passzív ágakra tagozódik, és a passzív ágakat a bemutatózás, hogy ahol lovas nem beszél, stb. Az aktív ágazatoknál vannak azok, amikor lovas iskolák csinálnak. Sok minden lovasoktatás, távoloztatás, stb. És a lovas útvonal, illetve a lovas túrázás. Magyarországon ennek több évtizedes hagyománya van. Sokszor elmondtam sok helyen az 1960-as évek arrétől, hogy Magyarország jól lovagolható volt egyszer, és rendkívül jó lovas emberek léteztek itt, a magyar katonatisztikarból, akikre föl lehetett építeni a piacot. El lehetett adni, hogy a vasfüggöny mögött szabadon lehet lovagolni, viszonylag olcsón, árértékarányban nagyon olcsón, és mindezt olyan lovas emberek vezették, akik mértékadóak voltak bárki számára, konkrétan bárhonnan érkezett ide, egészen biztosan, hogy Fandorfer Tamástól nem kérdezte meg, hogy tud-e lovagolni, vagy nem. Meg méresik le minden alkotóan ügyet. Tehát, hogy a lovasfüggöny vezető egy része már vizsgásig hívjuk, azt mondjuk, hogy hát vágta is lesz. Ugye, miközben 10 emberért kéne felelnie. És nem menjek úgy vizsgáztatni mondjuk egyetemre, vagy egyetem mellett szervett ott a lovasfüggöny vezető tanfolyamra, akkor hol megkérdezik, ugye, hogy nem vágta. Hát persze, kimentek az ajtó. Semmi, mert nem vendégek sem szerint. Addig, amíg ilyenbe bele tudunk szólni. Tehát a lovasfüggöny egy nemzetközi termék volt Magyarországon, arra épült fel, arra a lóállományra, a szabad teretolgás lehetőség, és elsősorban arra a kiváló lovastisztik arra, akik ebben részt vettek, ezeknek a nevét kósok helyen olvashatjátok. Nyilván mi is most elindítottunk egy sorozatot a Lovas Élet című újságban, mert egyszer ezt is el kellett leírni, most legyen a régiókról, a régiók feldolgozása történik, és azok a cikkek jelennek meg, ezt is el fogjuk mondani.
mondani, mert érdemes megegyezni, mert Magyarországot ezzel lehetett megegyezni. Aztán volt egy felismerés is, egy utazási oda részében, ami akkor monopól helyzetben lévő egyetlen állami utazási oda volt, aki külföldieket Magyarországra hozhatott, megfelelő ügynökhálózattal és ellenőrzéssel, ezt kibusznak hívták, de akkor is egy nagyszerű dolog volt, hogy a világból sokfelől ide lehetett húzni embereket. És erre a termékre, hogy lóra ülsz és mész, jókat eszel, jókat viszol, rendkívül intelligens és értelmes emberekkel találkozol, beszélsz, akik bemutatják mondjuk a magyar kultúrhagyományokat, mert azért nyilván anekdotális közönnek, amit elmondottak, és így vezető termék lett belőle Európában és Magyarországnak. Ez volt az egyik, a lovasturizmus területén ez volt az egyik legmeghatározó benne, mert magyarok nem vették igénybe, tehát a célcsoportot, mert azt kell elmondani, hogy nincs magyar. Hát azt, hogy miért nincs, azt majd találják ki közösen az esik beszélgetésnél, de nyilván ekkor üldözgették 100 000 számra vágatók a magyar hátasóvakat, kisbélyek, félvét tetették meg kercekkal, disznókkal, meg akár nem tudja miket, azóta jó tészet, teljesített a vágási tervet, néhány privilegizált lovaskúr volt, ahol nem mindenki dolgozott, ott jó sokan mi sem. Tehát igazából az, hogy sokan tömegsportszerűen oda hozzáférjük a magát, nem volt jelentő, így aztán nem volt később olyan kereslet sem, sem fizetőképes kereslet nem volt, sem tudásában nem volt olyan magyar. Én magam 35 éve vezetek lovaskúrákat, életemben egyszer sem a magyar vendégen fizető. Tehát egyetlen egyszer sem, aminek nem örülök, mert nyilván nem lesz egy megoldás. De így van. Na most ezek a lovaskúrák általában hosszú túrák voltak, mert ha a külföldi piacot célozzuk meg, akkor a külföldi piacon, ami elsősorban a beutaztató, ez ma is igaz, a beutaztató országok döntő többségében Ausztriában, Németországból és Svájcból kerültek elő, az északi államokból alig-alig, szorványosan tengeren túlról kevesen. Tehát gyakorlatilag Európából jött a vendég Magyarországra. Ez a piac egy kicsit megváltozott, az majd amikor a piac ellenére belekezdek, ha érdekes valakinek, akkor átfogó. Hát ez így indult, idejöttek, lovagoltak, óriászék, akkor fizettek és elmentek. És ez tört évtizedekig ment, kiépült egy kiskunyságban kiépült egy abszolút a mai korszerűnének megfelelő lovasútvonalhálózat. Egy napi járóföldekre voltak ezek a lovasmenetek egymástól, sarkosságból fölfelé. Az elv tökéletes, ma sem akarunk mást, azt üzemeltették mindenféle szolgáltatók, és lovasútvonalhálózatok mentek rajta nagy számban. Mindenféle más szolgáltatási köröket is hozzáraknak, mert szolgáltatúrával is volt. Összekötve, sőt, olyan cigánykocsi is volt, amit saját magának odadtak a parimát, a családjának, hajtottak, és hát ennek a szervizéről, meg a logisztikáról gondoskodtak, nagyszerű dolog volt, mint végrehajtás, tragédia lett, és hát ez lett a magyar lovasturizmus nemzetközi megítélésének a legnehezebb és a legfekélyesebb pontja. Olyan minőségi romlások következtek be, amikor az idősebb generáció kiment, elsősorban lovasvezetők tekintetében, akik sem tartásban, sem lovagjó tudásban föl sem tudták fogni, hogy mit csinálnak, azt látták, hogy jó sok magamot kapnak, azt látták, hogy teneszikonyakot lehet vinni, malborút lehet szívni, évközben, mert ugyanez munkásra és vegyes pálinkára változott, ugye, amikor a szezonnak vége lett. Tehát gyakorlatilag elkezdett elmondani, de még mindig ment, tehát ilyen tömeghatás, vagy lavina hatás szerűen, még mindig ment a lovasút, hogy mindig jöttek Magyarországra, jó, mert nincsenek lehatárolva az utak mindenütt Európában, hanem lehet menni károkozás, lehetett menni, akkor még jobban károkozás nélkül egyébként. Nagyon sok felé jók voltak ezek a dolgok, aztán elkezdtek lehonlani. És elsősorban a leromlott lóállomány az, ami Magyarország rossz színét állított, hogy 80-as évek közepére. A leromlott és rosszul belovagolt, rosszul felkészített lovak, azok elsősorban a lovasvezető felelőssége. Az mindig a lovas ember az, aki megfelelő tartással alkalmas lovat viszont a vendégszernek, aki ezt nyilván hajlandó megfizetni, és nem biztos, hogy csak akarni állat valamit megfizetni, mert Magyarország lovasturák nem voltak olcsó. Amikor én meg a piacra léptem, 89-ben hivatalosan önállóan, mert akik dolgoztunk más irodáknak, akkor egy hónapon belül, két hónapon belül zárt az első olyan iroda, aki külföldről szervezett, mert nem ismerték az utakat, és azért van lényeges, hogy ismerjék azokat a lovakutakat, amiket csinálni kell, mert
vagy elhaladni, mert itt nem arról van szó, hogy te feltűzszék lakom a cengben. Tehát egy picit folytatottabb a helyzet, tehát nem egy tájékozódási versenyt értékben, az meg is készül a olvasóra szervezés. Az első iroda két hónappal később zárt be. Elsősorban azért, mert ők bérelték a szolgáltatóktól, akik egy jó 10 év alatt tettek, mert mindig adtak annyit, hogy még azt így az ember, hogy érdemes folytatni, de itt már nem, hogy minőségileg is lehessen változni, lovat cserélni, felkészíteni, belovagolni, átlovagolni a vendég által. Hát nyilván amortizálva vannak, nem csak fizikai amortizációt jelentene, elsősorban pszichés erkölcsi amortizációt, hívjuk kevésbé érzékeny dolgok, stb. Na, tehát ugye, 80-as évek közepére tönkre megy Magyarország, és innen elvándorolnak a nemzetközi sajtó szájára beszél. Ez egészen a 90-es évek végéig tart. Már régen nincsenek a történetek, akkor kezdenek fölbukkanni. Nekem van egy ilyen halványi a lekötött nyelvű félszemű lóról, nem tudom, hogy csak megvan rejtelrendőben, és az összes egy nyugat-európai nagy szaklap elkezd erről írogatni, a vendég meg elkezd áttékfelegni Spanyolországba és Portugáliába. De először Spanyolországban hosszabb a szezon, nyilván mert ez egy szezonális történet, nyilván az időjárás, mint hosszabb a szezon. A hatása pedig a lótenyésztése ott jelentkezik, hogy amikor mielőtt átmentek a németek, például azelőtt a spanyol andaluzó, ami gyakorlatilag különleges mazochizmus igényel, hogy hosszú távon az ember jól érezze magát rajta, tehát szerintem megköltözöm, mert voltak pillanatok, amikor nekem is a spanyol túravezető irelökött egyet a Extremadura túrán, és két napon mondtam, hogy te van három alkalommal, ahol férfiak csikultak a tanyáron, én visszamennék időbíteni őket, mert ezt nem bírom. Tehát ez így hosszú távon nem közlekedés, nyilván hagyományos, tradicionális fajta, de hát mégsem. Na most addig, amíg ők idegenforgalomban nem lendültek be, innen nem kapták meg az elszilárdó vendéget, addig az andaluzó, az gyakorlatilag a méhnek született, tuti biztos, hogy lángolra ment az elválasztáskor, mert utána már értenek tartani. Ezt követően bementek a németek, rájöttek, hogy lehet segíteni a félmeztelmű dolgon és szivarozott a lobon, és azért a német ácsak így egyébként jó fizető vendégnek számított, és megtehette, amit megtehette, mindent megengedtek neki. Az a fellazult lovas fegyelem kapcsán és az egyéb környezeti ártalmak miatt nagyon jól érezte magát, és aztán elkezdték a németek vásárolni az andaluszt, aminek 5 éven belül az értéke olyan magasan ment, és jó sokáig ott is maradt, hogy nyilván köszönhették ezt akkor a spanyol idegenforgalomnak. Semmi más nem, egyébként ugye nyilván tudjuk, hogy tradicionálisan erre a természetesen alkalmas, de pont erre meg nem. Csinált. Hosszú távon ezzel gondolni, semmi nem javaslom. Tehát elmegy Spanyolország, és itt marad Magyarország, miközben jön a rendszerváltás 89, és akkor full migránsok, mert a lóállomány döntő többsége kikerül az állami kezekből, és a magánember érzelmi, gazdasági és egyéb erejére támaszkodva próbál meg fölállni és kitalálni valamit. Érzelmi kötődés van a lóhoz, van, aki vagyongyarapodás miatt akar szeretni, tök mindegy miért, de végül is alig marad meg Rómára, de 2% az állami tulajdonban lévő lovak száma, az 5 méhesnél, a többit mind magánkézben mondva, ez a folyamat akkor döntő mértékben nem is indul. Mit csináljunk a lóval? Hát akkor kezdünk versenyedni. Arról most nem beszélek, mert annak a történetét is jó sokan tudják. Vagy nyissunk lovas iskolát, illetve lovagoltassunk, mert a hatósági előírás nincs. Semmilyen állategészségügyi kontroll, ami ma van, nincs. Miközben a Magyarország lovas turizmus a nemzetközi megítélésben azért megy tönkre, mert rossz minőségű lovakkal, rosszul belovagolt lovakkal dolgozik. Tehát, és akkor valaki, így az embereknek egy ilyen rózsaszín ködbe elkezdődött ez a lovasiskola nyitási vágya, több százan nyitottak az első körben, amikor körbejártak az országot, 680-an nyilatkoztak arról, hogy végeztük lovasszolgáltatást mások számára, akkor vezettük azt a minősítési rendszert, ami ma sem köt. De elvégezzük akkor, amikor kimegyünk az alkalmasságvizsgát csinálni, ha kérik, az a papkos minősítés. Tettük ezt mind azért, hogy meg újra visszahozítsuk a piacot, újra elvihessük másokkal, hogy egyébként a lovas turizmus, ami bizalmi szolgáltatás, el kell hinni a vendégnek, hogy biztonsággal jön velem, hogy az, amit én mondok, az igaz. Azt nem elég, hogy ez csak azért ideges most, mert látnánk a lépés, mert soha az életben nem
olyan kiegyensúlyozott, nyugodt és elolvult állapotban, hogy valahogy is oda lehetne adni valakinek, tehát azért megy a kamuzás. Jó hétben, de ez nem lehet vendéget visszanyerni, mert 5 perc után leszáll, fél nap után leszáll, tehát igazából ez ideig óráig tartató, hogy egy kicsit kamuzok, azt gondolom, hogy a vendég már értem, de végül nem lehet fenntartani belőle a rossz szolgáltatást. És akkor visszaszól a Magyarország Lovaskodák döntő mértékben ugye a Balaton fel, elsősorban ugye a kunságban, a kis és nagy kunságban, vagy inkább a kis kunságban, a Balaton felvidéken, a Hortobágy környékére tehetők, gyakorlatilag a nagy nemzetközi, meg is ismert útvonalak ezek voltak, legutóbbi divat szerint még a 80-as évek közepén a Bécs-Budapest útra is ment, ami nagyon látványos és ismert dolog volt, aztán szépen el kellett letérni mindenki, elsősorban a vendéghiány miatt. És a vendég meg elmondta a véleményét. Aztán onnan már lehetett marketing mindennel, mégsem ment. Tehát képtelenség volt felállítani. Újra aztán olvasvezető, és gyakorlatilag maradtunk néhányan, akik ebből éltünk, én megmondom őszintén, annyira nem vártam. Nekünk akkor volt 17 lovastúra útvonal, nekem egy soha egyetlen egy ember ültetett lovastúrát, úgyhogy ebben megfelelődött itt volna, tehát ezt együtt kellett csinálni, és ezt csak azért tettem, mert már nem akartam beleesni a hibába, hogy mindenki azt gondolja, hogy ért hozzá, miközben meg nem, én meg hát nyilvánvilag megsérek. Tehát elkezdett Magyarország az egyik oldalról visszaesni, a másik oldalról meg arra, amit figyeltünk, hogy nagyon minőségben a szolgáltatás, ezért meg is kértük az árat. Én amikor erről valami megmutatás intézményt beszélek, akkor az árképzésnél meg szoktam kérdezni, mégis mindig mondani, hogy önállap merítem a piacra, olcsóbb voltam, drágább, más szolgáltattam, hogy mégis milyen árképzési technikát alkalmaztam, nyilván csillán már mondtam, és nem akarom tovább volt idő. 20%-kal voltam drágább, mint a világban bárki alattolos összehasonlításában, és tele voltunk mondjuk a vendégével. Gyakorlatilag pontani túránk volt, amelyet kiírtunk, ami azt jelenti, hogy 25-26 hetet vezette a évente kölöskületre, egyhetesek, ennyi év volt, több nem volt, egyébként biztos, hogy nem volt. De nem voltak mások, kevesen voltak. A Hortobágyon volt, mint a Gulyás Kálmánék, a Kocsis Laci volt, a Pápa környékén, és a Balaton környékén voltak még néhány, nem sokat vezetettek, szépen lassan visszahúzódott az egész, miközben az ország továbbra is nagyon jó. A hagyományos magyar fajták használata célszerű közlekedésben kifogástalan, tehát nyilván a magyar idegőre legyen. Nyilván azt gondolom, hogy talán a Nyitza is sem egészen erre alkalmas, de igazából a magyar fajták jó része alkalmasok arra, hogy hosszú, tehát jól belolvolnak, elkészítve, olvasodják, bonyolítsuk le. Tehát, és mi nem volt? Tehát a legnagyobb hivatalos oktatás volt. Mert ahogy ma nincs lovász, nincs belolvoló, nincs tréner, darabra van. Mi elkezdtük most begyűjteni, hát annyi olvasodó Európában nincs Magyarországon. A 99,9%-át fizető vendégnek soha nem vinném magam. Tehát ha fizetne, sem. A próbálkozás során mondanám azt, hogy pénzre kifagyatod, egyébként azt, hogy elveszünk, hogy te fogok tenni, de te biztos nem is szóra. Mondjuk ez annyira sziklaszilárdan csináltuk végig, hogy azért érkeznek a vendég körébe, és érkeztek mindenféle vendég, azért nagyon sokszor kerültek a buszba a próbálkozás után sírva, de hát ugye ez meg volt mondva, hogy az irodák kiírják a feltételeket, a lovasvezető mondja meg, hogy ki az, aki alkalmas lovasvezető. És aki nem, az befejezte, ha fizetett, ha nem, mert sem a saját, sem a más testképségét nem beszélgeztetett, mert te vagy ezt a felelős. De akkor nem ülhetsz oda, hogy lábmi hegyen makaügetésre közlekedsz ott előtte kifordult lóban, azt mondja, hogy a gyalogban mondja meg nekem, hogy kell olvagolni. Tehát azért ott egy olyan tudást kell felmutatni, amiről elhiszik, eljutottunk addig, hogy elsősorban akkor a lovaskodák döntő mértékben Észak-Magyarországon. A Bécs-Budapest megmaradt, Észak-Kelet-Magyarországon pedig számtalan. A kincsen nemzeti lovasprogramban jó néhányat föltüntettünk, hogy ami még akkor aktív dolog volt, de elsősorban a lovaskodák mentek. Két túra az a nemzetközi újságíró lovától minősítve adottuk a Hortobágy-Tokaj-túrát, amivel a Hortobágy-tokaj-túrát, a körülmények között el lehet adni, hogy csinálni a másikat. Ezek én kamu legyen látok.
találtunk, hogy Attila nyomában, találtuk, hogy Attila dombolott a mi környékünkön, és Ószajnás, hogy ne Attila. Amikor a kerítést bontották, akkor oda mentünk a vasfüggöny felbontására, hogy 10 túlát csináltam rajta. Januárban hirdettük, még mindenki látni akarta, hogy mi volt ott. Vagy amikor kitaláltuk, hogy a Marhatolvaj útja, ami a Bordobánytól a Szatmár cseke felé van egy ilyen Szatmári úton előtt dolog, az olyan prémium kategória volt, hogy ugye azt ahol 4-et csináltam évente, az előző évben elkezdett a következő héten. És arra már megadott a legnagyobb hitték a lopott marhátokra, semmilyen volt igaz. Az, hogy marhát hajtottak ott rajta, meg a történelmi sóúton átmutat. De a többi az legenda, és senki nem kérdezi meg, hogy mi a jól lovagol, jól kiszolgál. Magyarországon ez zajlott, tehát ilyen periférikusan még mozdult a lovas túrázás, és általában azért a kislovaták nem álltak be. Az egy nagy logisztikát igénylő és nagyon nagy felkészültséget igénylő dolog, amikor az ember 12-14 lóval úgy elindul mögött a vendég, aki bizony lerágja a fejét, de azon nyomban, mert nem kisfiúk jártak ide, azt pontosan tudták, hogy mit elkapta a pénzükért. Tehát az nem volt kérdés, úgyhogy ezt végre kellett hajtani, mert számot volt kérve. És itt térnék ki arra az egy gondolatról, ami jogszabályra bepanítjuk. Azt nem azért találtuk ki, hogy az nehezítse a helyzetet. Mert lehet, hogy itt technikailag nehezíti, biztos lennének a megoldások, és kevés, hogy megtalálják a megoldásokat, de azt úgy elmondok két történetet, ami miatt. Nem mondok el sokat, de kettőt elmondok, ami miatt indultak ezek a fejemben megszülettek ezek a dolgok. Én velem amerikai csoportot kaptam, az MT-túrában, Rákóczi túrának hívták, a próbavonatásunk idejük is, hogy angol utazási után keresztül közvetítették hozzának. Tehát három irodat volt benne, csak mint pénzügyre gondolom 65%-át jutalékba levették, a többi jogját megcsinálták. Mert a vendég meg nem értette, hogy ez annyira drága, jó is, de nem ennyi. Mikor a Szilvánusban 110 forintba került a 83-ban megérjük a vélem, hogy meg nem lehetett inni normális körülmények között. Tehát akkor nem értették, hogy miért kell a 2400-ban egyszerűen lovasnakra. Hát azért az óriási haszon is volt. Nem? A lényeg az, hogy előttek nem tudtak lovagolni, este szóltak nekik, hogy baj van, mert ezt innen folytatnánk. Ebben volt 4 darab olyan ügyvéd, aki akkor a brüsszeli Európai Uniós csatlakozások, vagy megalapodásoknál már részt vett, azért nem kéne ezt így, beszéljük át. És volt egy amerikai legfelsőbb bírósági bíró, meg volt egy fickó, akinek csak egy 2 szobás szállodája volt, az volt köztük a legnagyobb, mert az Floridában volt a víz alatt. Tehát ezek nagyon jól el voltak látva így, anyagilag, és akkor mondtam, hogy nem. És 11-ig ment a diskurzus sáros patakon, az akkor még megérő kolostor, és a cigányok pazsevált a fejében a majszékkal. Ezek is mondták, a magukért ezt húzta, és mondtam, hogy aki nem mondja, akkor ezért a cigány, de miért? Na ez volt az, amikor a jegyzékben közölték, hogy fajgyűlölő vagyunk. Igen, a Tom Lantos semmi sem foglalkozott az ügyre, elég hosszan. És mondtam, hogy nem, nem dolgozunk. Másnap a reggelén vezetek hozzá, hogy csak sétáljunk, csak menjünk, sétáljunk el a fűzéri válik, mert addig a hát ez egyébként egy 4-5 órás lovat volt a tempóban, meg a 10-12 ember menni tud, hát ugye ez a piknik volt 4 óra. És hát a lovak is, hát föl voltak azért erre tuningolva, és tunogatta, hogy ismerték a gyököket, és akkor látták, hogy a völgybe nem megy, hát akkor úgy volt elégedetlenség, de úgy le voltak folytva. A piknik után oda jön hozzám egy fofa, tehát mindenki követel hibákat, én is nagyot, de még egyszer biztos nem szokott megtenni, azt mondta nekem, ügetni se tudta, te fogtok átolni. Ügessünk egy kicsit. 25 méteren sem ügettünk. Ugye egy soros vonalban voltak alatt, mert egy völgy nem voltunk, és a hátul lévő fickó, aki nem tudott ügetni, az ellenült. Ugye a olvasók azt tudják, hogy egy flegmatikus, unalmas lovat valahogy fel akarok ébreszteni, nem csak más, csak rosszul ülök oda, ami úgy tűnik, hogy ellenült. Amit ő megtudott. Azon, mert puffol ebben az embernek egyet, amit a amatőr lovas ugye óvatatlanul megtesz, de nem egyszerán, hanem egy másodpercemből 10-szer, amitől a szegény
Például állat rögtön menekülőre fogta a dolgot, és belevágtatott az előtte lévőbe, aki viszont már nagyon megijedt, menekülő állatként hátalódott egy oltárin előtt, nem talált el valóba, viszont eltalálta a pofának a sípcsontját, ami azért rögtön kijött a csinoszáron. Tehát nem állt, hogy egy kicsit fáj, hanem én a palit letettem, kört, lebiztosítottam minden teljes részletesége, telefon nincs. 83-83. Mondtam, hogy most elmegyek határőrségtől, szeretek valami kurvis telefon, amit már van, nem ismer, 4 óra után már nem mindenki telefonálhatott, akkor is csak 3 percig tehettem, mert rászott a postás. És 40 percen belül mentőt szereztem, én magam sem értek meg, hogy van 5 kilométerre volt még füzér, tehát még oda is kellett vágtatni, a mentőt nem sík. És talaj, megjöttek, elvitték. Másnap mondtam, hogy égen a túrán, mondták, hogy ezt megtenni, törvét tesznek, mondtam, engem. Nem gyermen nézek el, hogy így kikéteztem, mert leinták a taxikatot a füzérre, a taxikat Budapest, a pofát, ahol szállították repülőre. Műteni, 2 maradt velem, a bíró, meg búvár, minden nap kocsai részegre itták fogadni, hogy voltunk eltelt 3 hónap. Nekünk akkor Hamburgban volt az irodánk, szólnak a német partnerünknek, halálsápadt, amit rohadt kollégáim, edzőtáborban voltunk, egy tépedzőtáborban. Jön hozzá, amit azonnal indulunk el Hamburgban. Hova? Hamburgban. Hamburgban mi baj van? Hát perelnek. Perelnek. Hát mennyire perelnek? Hát hiszen 16 000 dollár. 16 000 fölhívom a németet, mondom, te, mi ez a 16 000 dolláros, mi ez a 16 millió? És akkor kezdődött az a történet, amivel ami most ide kapcsolódik, egy. Leírták, hogy a lovak green broken lovakról van szó, tehát belovagolt, betöretlen lovak, nem belovagolt, betöretlen lovak. Ennek ezt kezdte el az alapját annak, hogy azt mondtuk, hogy legalább egyszer az életben valaki nézze meg, hogy valaha egyszer belőtt. Ami nem azt jelenti, hogy minden nap olyan állapotban van, részben a sportolónál sem. Tehát ezt valakinek bizonyítani kell. Akkor mi úgy szedtük össze, hogy kik voltak azok a vendégek, a babán, az izén, a mesén, mit tudom, kiken ültek évekkel azelőtt gyakorlatilag, és adják már ide ezeket, hogy ők igen ültek, fényképeket szedtünk össze, hogy lássák, hogy azon már mint ember. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog azt mondták, hogy én nekem fogalmam nincs a lovaglásról, hát kisjósról, hát mit van, akivel közösen sorozik állapot. Azt mondták, hogy a 2 pontos ülés, amit a vadászvágtába kell, amit a vadászvágtába is hívunk, az egy partikuláris valagó stílus, és ők azt nem értik, mert ők azt értették, hogy megpróbálta magát rajta tartani a lóna, minden, amikor tudjuk, hogy nem megy, a lábat előre kitámasztva, amit csak furcsa ülésben megpróbált fönnmaradni. Tehát én sem tudok lovagolni, a lovag meg szeretve. Akkor kezdődik a per, mondták a németek, mondtam, hogy várjuk meg egy picit, mert még mindenki beletalanért, és jutunk meg egy levelet. És a legnagyobb megírtam, hogy én kifizetek minden költséget, és lehet többen lovakra lovagolni, meg őket is megnézik ott, és mindaz a szakértők ezt csinálnak, úgy hívják, hogy mindenki beletalannak, de az a logikás magyar edző volt, aki az amerikai a borgúgó rendetet csinált, megállt a per. Azt tessék szívesen, hogy tudomásul el, hogy mindaz a kötelezettség, amit itt most elmondanak, ez van alkalom, amikor jóra fordulhat, mert azt mondom, hogy én helyszínelek sajnos azok a büntetői esetekben, amiket foglalkozás körében elkövetett pontatlan veszélyeztetésnek hívnak, ilyen a lovasbaleset, sűrűsebességkárosodással vagy halállal, ami évente 2-3, amiről nem beszélünk, mert azok viszont érdemes tudni róla, hogy létezik. Tehát tessék szívesen. Amikor én először kimegyek, korábban még ez a jogszabály nem volt, akkor mindig azt mondtam, hogy hol a ló, és a rendőrök is tudják, ha helyszínű szemben van, akkor azonnal megyek, mert azonnal rá is ülök a lóra. Azon nyomban, hogy meg tudjam mondani, hogy szerintem alkalmas akarok. Nem, milyen akarok önműnek. Egy csomó mátróban is nézve rendben, de ez így szokott történni, és de most már ez nem is kérdés. Ma azzal kezdődik, hogy ön lovas szolgáltató. Mert ha nem, akkor magam. Ennyi. A első kezdődik az eljárás, az ön bajos, nincs jófutat. Ha mindegy, hogy részegen vezetett vagy nem, az még csak súlyosítja. Tehát önvédelem is az, ha azt mondom, hogy én nekem van jogosítványom arra, hogy ezt csináljam. Az nem biztos, hogy most özönlőjön a vendég,
Sajnos a magyar vendéglátók, amíg az iskolai alapoktatás bevezetése nem kerül, és támogatva nem lesz, addig nehezen számíthatunk a magyar gyerekekre. Mi nem teszünk fel róla, hogy ezt forszírozzuk, de azért azt látom, hogy folyóban van a dönőjét ott. De elsősorban azért a Olasz Szövetség állata felnek a feladat körét, hogy ezt ők intézik, hát ez azért nem eddig jutott el. Én nem hinném, hogy Zsák utcába kerül, de ha nem valósul meg az, hogy sokan tanuljanak meg Magyarországon lovagolni technikailag, vagy a lótartással kapcsolatos ismereteket megszerezik, akkor nincs magyar lótenyésztés gazdasági értelemben, nincs magyar lovas turizmus, és nincs magyar lovasport sem. Tehát ez az alapja mindennek, ezt ugye tisztáztatjuk, mert hogy magyar lesz a belünk a vendégtől, hogy fönn tudja tartani ezeket a lovasútvonalakat. Semmi más nem akarunk, kihasználni azt a helyzet kérdőt, hogy Magyarország átlovagolható, károkodás nélkül sok helyen, és hát egy 17 éves kis hajszának vetettünk véget azzal, amikor az eredeti törvény a lovastársadalom jó része ahhoz, hogy nem tudja, de 17 éven keresztül harcoltunk az eredeti törvénnyel, ami 2 millió hektáron mondta azt, ennyi a magyar erdőterület, mondta azt, hogy csak kijelölt utakon lehet lovagolni, na az még nem volt egy méter se. Tehát igazából senki nem tudott volna. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy szünet nélkül fenyegettek el a 17 év alatt minden oldalról, de elsősorban azért a vadászati és erdészeti oldalról leginkább, és mindig a fülemes után egyébként igazán van, csak most nekik ezt kell mondani. Kilenc tartózkodással járt a Magyarország törésen, kilenc tartózkodással nem volt kimutatható pártérdekeltség a kérdéskör között. Gyakorlatilag Magyarország azért nem lovagolható, azért nem van a történelmi hagyományai, azért nem vannak hagyományos fajtái, és azért nem lehetnek útvonalai, képítünk ki, hogy minden más szolgáltatás is legyen ott. Ma legyen istálló, mert nincs. Tehát Magyarországon a legnagyobb a lovaskúra szervezésnek legnagyobb problémája, hogy az istállók megszűntek garázsokká, kamrákká, lontára változtak, mert hát nincs sütőtartás. Falun meg tehéntartás, nincs meg hát semmi. Tehát elsősorban olyan lovas megálló pontokat akarunk építeni, ahol meg lehet állni lovaszkal. Első körben az történik, hogy a már meglévőben bevezetett útvonalak és a kincsen nemzeti lovasprogramok fölrajzolt tervezetnek a megvalósítása történik meg. Nem kellene olyan infrastruktúrai beruházást hozzátenni, mint amennyit mindenki elvárna, mert az első megkérdezett pályázaton elkelt az egész pénz, ha hagynánk. Tehát mondjuk 6 megye adhatta eddig a pályázatát a lovas útvonalak kiépítésére és meg a pontok értesítésére, a többet nem is kéne beadni, mert mindenki ebben a pillanatban lovaskúrázóvá vált. Szolgáltatóvá, akkor nem szokták azt mondani, hogy én csak a barátomat dolgoztatom elni. Hozzánk való bejelentkezésnek az elv van egy kérdőíve, tehát esetleg a Lovaskúrázói Szövetség honlapján föltesszük a kérdést, hogy mi vagyunk a Magyar Lovastúrszikai Szövetség a kedvezményezett 2 milliárd forint értékben ajánlható Magyarország programban. Nekünk kell megteremteni azokat a gazdasági körülményeket, amikor a lovastúrázás újra kezdte. De a mi felelősségünk is, hogy 77 ezer forint fejlesztési kérdenként vendéget produkáljunk a nullából. Mert ő nulla. Mert ha valakinek itt van lovastúra vendége 5 vagy 6, azzal aztán be is fejlődik. Biztosan, de máshol sem nem a helyzet. Tehát gyakorlatilag ugye megkaptuk ezt a nagy feladatot, ami soha nem kapott semmit a lovasmányos ilyen pénzt, vagy a lovaskúrálás, mert pláne nem, tehát mégiscsak van benne a pénz, de óriási a felelősség is, mert én naponta nem alszom 3 órát az izgalomtól, mikor olvasom el a pályázatokat, és terjesztem majd erre a bíráló bizottság elé, ahol nyilván azt be is vállom, a Magyar Lovasturisztikai Szövetség eldönthette a saját hatáskörből, hogy és mit csinál, de nem ezt tettük. Felállítottunk egy olyan bíráló bizottságról, megkérdezünk másokat, és egy kivétellel a szövetségnek vétójoga van. Tehát engem semmi nyomással nem tudjuk oda kényszeríteni, hogy ott, ahol gazdaságnak nem fenntartható, és nem gazdaság, kimondottan gazdasági tevékenység, ott én útvonalat csinálja, kiépítse. Baráti társaságok, lovaglások, egy nagyon szép és állapot, csak nem ide tartozik. Anélkül hozzánk már be se jöhet, hogy ezek a dolgok nincsenek meg. Ráadásul minden pénzt csak úgy sikerült kihozni, a Széchenyi tervtől elkezdve az összes uniós forrásig, és dolgoztunk Csilláékkal is egy kérdőjében, meg inkább az ő munkájukkal
megalapozva, mert közgazdasági megközelítése nincs a lovastudomásnak. Mindenki elvárja, lótartót támogassák innen, onnan, onnan, a lótartó, mint én is, mert én az vagyok, meg nem mindig akar megfelelni ezeknek a követelményeknek. Hát pénz kellene, de kikerülni a rendszerből, meg ki akarok, illetve csak akkor akarok bekerülni, amikor van értelme. Most úgy, ahogy a Tóth úr elmondta, ezek a kötelező aktusok, amik itt vannak, hogy a jó alkalmassági, a legelőzési, a regisztráció, ez csak annak szól, aki gazdasági tevékenységet végez, és csak az pályázhat. Nem maradszunk senkire. De aki ezt nem csinálja, mi pozitív megerősítést választottunk, mert én nem vagyok hatóságban, nagyon orvos veszük a szövetség. Kérdezően tárgyalatot nem tudja igazolni ezt az alapot, utána meg van még néhány kérdésünk, mert azért személyesen sok embert ismerünk, mert nagyon szeretnénk. Ez egy különleges desztinációja lenne Európának, egy különleges olaj desztinációja, minden helyzeti előnnyel. Nagyon szeretnék, és nagyon szeretnénk ezt a pénzt értelmesen felhasználni. Úgy, hogy nem mondhassák azt néhány évvel később, hogy hát bizony, ez is elszállt a történet, mert nem lehet hozzá semmi. Elindították 5 évig, így molyolgattak el a kötelező üzemeltetés idő alatt, aztán meg szépen nem lehet hozzá semmi. Tehát van közös felelősségünk, az Euróorosz útvonalak Magyarország kialakítását illetően hallgatunk is meg véleményeket, de mindig szeretnénk ez a vélemény gazdaságra is alá támasztva, nem beszél az engedélyedéséhez. És Zsuzsának mondom, akinek minden szavával egyetértek, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok egy ilyen stand-up-ot produkálni. De ezt többször is ügyetesben percet nem kellett gondolkodni, nem volt leírva neki, ezt biztosan mondom. Hát mi jutalmazni fogjuk azt, aki hagyományos magyar fajtájú alkalmasságvizsgálva rendelkező lóval a pályázba hozzánk konzorciumban. Ez a rossz irány. Mert nekem egy unikális terméket kell piacra vinnem. Egy Magyarországra jellemző terméket. És ha egy Magyarországra jellemző terméket a gasztronómiájával, a környezetével, mindennel együtt viszek, akkor magyar fajtájúval szeretnék bemutatni. Mert azt akarják látni. Mert az én nem én találtam ki, így alakult, mindig is így akarták. Tehát ez a helyzet. Társki Péterék csináltak a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel egy felmérést, a fajta összetételt illetően. Több mint 3200 óvat vizsgáztattunk le, azoknak a nehézségnek ellenére, amit most Zsuzsan is fel is elmondott. Nagy az összetartás tényleg is a vizsgáztató szervezetek, társadalmi szervezetek között. Mindenki ugyanazt akar, senki nem ártani akar, mindenki segíteni akar, nyilván, de vannak szabályok, amiket meg kell tartani, és vannak nehézség, amiket nem tudom érteni. Akkor is azt mondom, hogy van 3200 dolgunk, tudjátok mire jó ez? Hogy tudok érvelni. Tehát azt mondom, hogy 2 milliárd nem elég mondjuk, hanem kell 4. Mert van 3000 dolgunkat lehet szolgáltatni. Amikor az első Széchenyi tervet írtuk, akkor nem tudtunk érvelni, nem tudtuk megmondani. És most sem tudom, a lovas ágazat ma sem tud érvelni, és ezért volt jó az a PhD-s dolgozat, amit te vezetsz. Nem tud érvelni, mert mit mond? Szeretjük a lovat, meg van a lovat. Ma honnan jöttem el? Dr. Wiener Pusztán rátette a Magyar Turisztikai Ügynökséget. Ugye, és megváltozott helyettes államtitkárból kormánybiztos vezeti a turizmusipart, ami ipar vagy gazdaság. Tehát szó nincs arról, hogy most csak üljük össze, szeretjük egymást gyerekek, mert ma elmondták, hogy természetesen mérhetővé kéne már tenni. Mert nem a szállodát nem tudják mérni ők, hanem nem tudják a falusi turizmus szálláshelyét, vagy nem tudják mérni az egyéb szálláskérokat. Egyáltalán nem lehet mérni a lovaglást. Tőlem számtalan szót kérdezik meg, hány lovag van az országban. A KSH ilyen adatot nem tart nyilván. Már pedig, ha a gazdasági súlyunkat nem tudjuk igazolni, akkor sajnos hiába érvelsz. Egy darabig még elviszik, egy-két morzsa még lepöttem az asztalról, egyébként meg nem. Tehát ezt a Magyarország lovas útvonal hálózatot zarándok útvonalaknak tervezünk. Nem csak lovasszolgáltatók pályázhatnak be, hanem mások is a lovaspont megálló helyekre. Én nem adom feladatom, hogy most a teljes pályázat elmondjam, azt látjátok a szövetségi honlapon, és a másik nagy feladatunk, hogy együtt, közösen, újra egyrészt visszahozzuk azt a külföldi piacot, amit elveszítettünk, illetve megváltozott. Tehát azoknak most egy kicsit tudunk működni, mert a spanyolok, azok sem jobbak, mint voltunk. Tehát az újságírók már 10 éve jönnek és mondják, hogy hát sajnos romlott a minőség, most már nem elég, hogy félmeztelünk, segít, kiszogatva lehet öfékelni a lovon, de
férfi örnetőket tudjuk, lányok lovagolnak, a lányok 90% már női a vendégkör, a lányokban van egy csomó jó érzés, nem mindig a vagányság és a macsózás, vagy egy kicsit érzékenyek, mert másképp állnak a lovakhoz. Tehát ha ide akarunk hozni ilyen érzésű vendégeket, akkor már nem lesz elég kiszolgálni, hogy itt lehetünk elmet adni egy olvasmányással bíró embereket, akik írták a jogokat így szellemileg is, meg egyébként is belátosott az ember, az írtak a másfélet, az a mánnak, és azzal nem is tudod elhozni. Tehát mi meg akarunk együtt közösen teremteni itt egy olvas útvonal hálózatot, ami nincs, hogy azon nekem azért nem kezdtem az első felé, hogy nehogy azt higgyék már, valami egészen elmebeteg, beküldött egy anyagot most a irányító hatóságot azzal, hogy Magyarországnak le kell másolni érdekünk ezen a meglévő jönnyugatokat, példákat. Jó lesz. Tehát az nagyon érdekes. Sem a jogszabályi háttere nem olyan a lovaglásnak Európában, sem a természeti környezete, hanem egy dolog igaz, tehát a fegyelmezet. A németeket nem kell, hogy jó lovaglásnak. Nem csinálja meg azt, hogy vackozat ki a kezéből, a döntő többséget csinálják. Sajnos, hogy megcsinálják. Úgyhogy kell a kontroll. És kell a pozitív elgondolás. A kontroll el kell végezni a hatóságnak, ha tetszik, hanem a pozitív támogatást még meg kell adni a szövetségre, még azt mondják, hogy ha jók vagytok, akkor próbálj meg együtt. Ha nem vagytok jók, zárkózzatok fel, legyen lenni nekünk ide. Ezt tartani is fogjuk, akkor is fel a fejembe kerül, mert azért kaptam. Tehát a nullásból kerén kaptam. Elsősorban az én ellen nagy támadás volt. Elég egy gerjesztett dolog, mert hogy én értelmesen úgy alatt nem tudtam várkóra, pedig most is több mint 100 van soha. Tehát, és akkor azt mondták, hogy akkor ugyan a nullásolokat a várkóra eszem ágában nem volt. Szerintem a nullásról is ugyan nagyon belolgolva, mint a másik. De miért van, mint a Rüla mondta? Mikor az a lábatenyésztési törvények nem lehet? 150 éve nem volt, nem lehetne Magyarországon, mert a magyar törzsfegyelmezési rendszer a világ egyik leghalabb megoldása. Ma nem tartott Nyugat-Európa, ahol mi tartottunk akkor, amikor Ménes kardult meg, amit átvettetek. Tehát nem tartott ott Európa. Most miért kell, hogy legyen hovás? Mi a fenéért, mikor lehet rögzíteni? Tehát ezeket fel kell vállalni, és azt is, hogy most ki kell mondani azt a szigort, amit egymás felé kell megfogadni, hogy a vendéget akarunk, akkor felelősséggel kell. Nincs sem a világban, sem Európában összefüggő túrahálózati rendszer. Nem azt jelenti, hogy hetekig kell kóborolni egy lovasnak az a lovastúrázó, hanem olyan szolgáltatási palettát szeretnénk ezekben a lovas útvonalban ajánlani, amiben sok mindent csinálhat. Sokféle lovaglást csinálhat, és sokféle módon csinálhatja, mindegyiket szakmai alapokkal fűszeretve. Tehát az nincs különleges lovagló stílus, mert valahová tart. Tartozhat ide, oda, de tudnia kell, a lótartást is. Ott sincsenek különleges nagy, és mondjam, különleges lótartási módok nincsenek. Vannak ismertek, és azokból használni kell. Nem mondjuk, hogy ezt használ, vagy azt, hogy azt csinál, csak azt csinál jól. Tehát azt akarjuk, hogy sok helyen legyen magyar, lehessen Magyarországot keresztül lovagolni, de lehessen megállni. Lovasiskolában, tanyán, nem tudom én valahol, megállom a saját lovával, bérelt, nyilván először osztrákok fognak jönni, ha már nem jönnek. De lehet ezt majd csinálni saját lóval, bérelt idegenvezetővel, készítünk fel lovas túravezetőket a pályázatokban. Nem fogjuk elfogadni a végzettségeket, nem is fogjuk bántani őket, csak nem ajánljuk. És semmilyen preferált programban olyan lovas ember, aki a szövetség értékrendszerében nem fér be, biztosan nem fog most ajánlatként kimenni egy közös piacra, amit majd megpróbálunk nyilván közösen megteremteni. Nemzetközileg vannak több mint 90 országban van lovastúra, amik igazán jók, azok elsősorban Afrikában vannak, Botswanában és Kenyában, ezek amik igazán jók, mert még jó lovakkal is csinálják. Az írek, az angolok is csinálnak, az írek jobban, azok jobbak, nagyon keveset csinálnak Lengyelországban, és elsősorban a svédek még azt is elkezdték apahagyogatni. Ott két szövetség is van, a hegyi meg a sípvidéki, tehát ott én már. De igazából rendszerszerűen átgondoltan lovasok van olyan, amit a mai kor követelményeink is megfelel, hogy nem kiépített, hogy védi a természetet, applikációkkal is használható, ugye mert nyilván ez már úgy, és hozzákapcsolódó szolgáltatásokkal is tartított, és megállva helyi gasztronómiával, és
spékel, na ezt kéne nagyon jól összerakni az országban, és nem az jelenti a Magyarország lovas turizmus és a lovas túrázás alapjait, hogy építettek is távol, vagy se. Mert sok minden más is kell ehhez. Mert már vannak olyan helyek, ahol el lehet menni, már vannak olyan helyek, ahol el lehet kötni lovat, arra kell törekedni. Már az is nyer, akik keresztül mennek ezek a gerinc útvonalak, amiket most első körben kiépítünk. És a Leaderhez kapcsolódnék. Az, amit most csinálunk, majd a Ginok pályázat keretén belül a kincsenmentett lovas program megalapozását szolgálták a Leader pályázatot, ami 12 Leader területen, térségek közötti együttműködésben megcsináltuk a kisebb hálózatokat, amik egy-egy területen működhetnek. Nem arról szól, hogy nem lehet mondjuk egy megyébe 500 kilométert is építeni, nem lehet, csak az nem fontos gerincuknak. Tehát mi megcsináljuk a gerincuknak, hogy ahol azt mondjuk, hogy szerintük egy mehet, ehhez mi kapcsolunk informatikai szolgáltatást is, applikációt, amivel rá lehet jönni a rendszerre, ingyen. De kisebb helyutakat a Leader projektekben meg önállóan is lehet csinálni, mert nem a nagy történet. A lényeg az, hogy felmérések azonos módon folyanak, és a egyéb minősítő rendszereket, amiket majd felállítunk a lovagbarát településre, az idegenvezetők ajánlása, a lovagbarát szálláshelyek, és a többi, aminek a kritériai rendszer nyilván természetben a lovasútvonal kialakításban, az egyedi legyen. Ma egészen biztosan egyedi, mert szolgáltatók jó részét ismerem, a világban és Európában meg főképpen, nem összefüggően nincs ilyen rendszer. Tehát gyakorlatilag úgy tudunk bemenni egy piacra, hogy ott nincs még ebben a pillanatban senki. Néhány jó szolgáltató van néhány országban, de összefüggően azonos biztosítási rendszerekkel tudni, nincs. Tehát ebben, de ezt át kell gondolni, szóval nem kötelező ezt csatlakozni, és nem csak ez a lovas turizmus, ezt még egyszer szeretném mondani. Tehát ez egy termék a lovas turizmusra. Valaki más választ, más szolgáltatást, azt csinálja nyugodtan, csak most a lovas túraútvonal hálózatok kialakításában erre van most pénzünk, ezt csináljuk, nem mást. A másokra nyilván a szövetségnek van feladata, hogy próbálkozott. A területi operatív programokban is voltak lehetőségek, és lesznek is a vidékfejlesztési programokban. Összekötődnek ezek a lehetőségek,